A korábbinál jobb hírek érkeztek a magyar gazdaság teljesítményéről. Idén először mérte a KSH a megtermelt bruttó nemzeti össztermék növekedését. A számok alapján a harmadik negyedévben 0,9%-kal nőtt a GDP az előző negyedévhez képest. Az egy évvel korábbi adathoz képest ez még így is 0,3%-os csökkenést jelent. Mint ismert, októberben az infláció is bekúszott 10% alá, ami még mindig magasan a legrosszabb uniós adat. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter örömének adott hangot, mert a mostani GDP adat felülmúlta az uniós tagországokét. Örülünk? Nem tudom. Tehát itt pont beszélgettünk, és persze, tehát a KSH-ból jöttek az adatok. Én ennek ellenére, most ez az én szubjektív érzésem, én nem hiszem el például az infláció kapcsán, hogy 1%-os, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mit mondasz, hogy tényleg most... Tehát az a bajom ezzel, hogy megmondták... Még nem 1%, nem 1%, csak 1%. Vagy bocsánat, hogy 1%, jó. Ma ilyen ma napunk van, igen. Hogy hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy ez lesz, és utána ez történt. Felvonuló kérték. Igen. És utána teljesült. Most miért vagy ilyen gyanakvó? Nem tudom. Van benne kis érdekesség, hogy az inflációs adat, ami kijött, az 9,9 volt az előző év, de ugye mihez képest? Az előző év brutálisan magas árszintjéhez képest. Tehát ott más is azt mondta, hogy 9, 10, 11 lesz, mert már mihez képest? Tehát nem... Mert már tavaly is nagyon magas volt, tehát most még 10%-kal följe, még 9,9-el, hidd el, nagyobb rész elhihető. Az már tényleg furcsa, hogy az előző hónaphoz képest 99,9 volt az index, tehát még alatta volt a szeptemberinek az októberi. Hát, hogy ennyi 9-es kijöjjön, ugye ezt már ennél az asztalon egyszer elmondtam, hogy hát akinek ilyen statisztikai képessége van, akkor menjen el, és a kaszinóba, a hadügyminiszter, vagy most ez már nincs kaszinója, na jó, tegye föl és nyer. De az, hogy lejjebb van az inflációs ütemű, mint az év eleje, az oké, hogy lejjebb van, mert nagyon fölment ez a hullám, és már nem tud fölmenni. Most az éves inflációt mondom inkább, az 17%. Tehát akkor nyugodj meg, hogy a januárban volt 26, decemberben lesz mondjuk 7, az átlagolom, és az az érdekes, hogy egész év átlaga, az az előző év átlaghoz képest, de mert az előző év átlagát már nem tartott fejbe, ezzel nagyjából mindegy, kérdés az, hogy ment tovább. Egyébként ez a kommentárom az volt ugye, hogy gyengén muzsikál a magyar gazdaság. Hát a magyar gazdaság, köszönjük szépen, ő erőlködik, de ez a 23-as év, ez nem tud olyan magas lenni, mint a 22, amikor ilyen-olyan okok miatt, ezt már az asztalnál össze megbeszéltük, ide zúdult egy halom pénz, tehát nem a gazdaság muzsikál lejjebb, hanem egy olyan autó, ami túl melegedett, akkor leállnak vele, kicsit visszahűl. Hát most visszahűl, tehát ez egy normális dolog, én nem lepődök meg, engem már igazából nem foglalkoztat 23-on az, hogy utána mi jön? Na, mert az nem magától értetődő. Tehát az, hogy az infláció nem bír olyan magas lenni, az magától értetődő, hogy ez a GDP az nem tud olyan magas lenni, mint amikor fújtak bele, az magától értetődő, hogy mi lesz a jövőben, az nem magától értetődő. Na jó, de ugye a 6-7% sem jó, tehát hogy az sem, tehát nyilván a 27-hez képest, meg igen, a 16-17%-os éves átlaghoz képest jó. És az a kérdés, hogy jövőre a 3-4%-hoz képest, a Nemzeti Bank azt mondja, hogy 5-6%-a, a nagy miniszter úr azt mondta, hogy már megint megverjük Európát most itt kezdődnek ezek a huncutságok, mert ennek a mondatnak nincsen értelme. Aha. Tehát 23-ban a magyar gazdaság zsugorodni fog. Azért mondom a jövő időt, mert nem tudjuk a negyedik negyedévet, de ha már ennyire element alacsonyra, már nem képes ki. Tehát nem verjük meg senkit, pláne nem Európát, pláne nem növekedésbe. Inflációban igen. Hát hallgatom itt a drúszámat, és így elgondolkodok, hogy két prominens személy, mondjuk nagy miniszter úr, hát őt nem jellemezném különösképpen, mert nem szeretem, hogyha hülyének néznek. Tehát ezt nagyon, nem csak tőle, senkitől nem szeretem.
De eddig úgy valamelyest fölnéztem Varga Mihályra, hogy legalább olyan konszolidált módon próbálta az embereknek elmagyarázni, hogy hogy állunk, hogy nem állunk. Ő sem mond igazat természetesen, tehát abban a tekintetben, hogy a államkassa üres, nem üres, mire futja, mire nem futja, ő sem mondja meg a valósat. De most a legutóbb kiállt, és számomra egészen érthetetlen módon így dicshimnuszokat zengett a magyar gazdaságról, meg valóban, hogy mi most nem tudom, kit verünk meg, meg kit nem merünk meg. Egy baj van, hogy az átlag magyar ember ezt nem érzi. Amikor elmegy vásárolni, vagy nem tudom, kimegy a piacra, ja, valahogy ezt nem érezzük, ezt a hurrá optimizmust. Mondjuk egy dolog miatt van talán jelentősége, így a hitelkamatok miatt van jelentősége annak, hogy az infláció most már nem olyan őrülten nagy, mert gyakorlatilag hosszú távon azért valószínűleg ez a hitelezést is egy picit serkenteni fogja, ami ugye gyakorlatilag ebben az évben majdnem, hogy hát leginkább leállt. Nem. Így van. Igen. Leginkább nem volt. Bár hozzátéve, hogy engem, mint állampolgárt a betéti kamat jobban érdekel egy picikét, és az meg a béka feneke alatt volt mindvégig, amikor a hitelkamat a csillagos hegekben volt, amiből az a következtetés vonatul, hogy a bankok jól jártak. Mindig jól jártak. Nagyon jól jártak, és mondjuk a mi kárunkra idézőjelbe. Tehát nem volt kompenzáció, nem volt az, hogy jó van emberek, akkor mit tudom én, valamilyen banki árut vagy szolgáltatást, akkor olcsóbban adok, vagy kedvezménnyel adok, vagy nem tudom, miben adok. Minden esetre volt egy nagyon vicces mém ezzel a 9,99%-os hitelkamattal, vagy bocsánat, inflációval kapcsolatban, amikor a Csernobil című sorozatból, mikor figyelik a Geiger-Müller számlálót, ami 999-et mutat, és így oda volt írva, hogy a statisztikai hivatal most, és így mosolyogva nézik. Szóval hát igen. Igen, a KSH-ban most vezettük, szintje változott, új emberek jöttek be, és hát nagyon sok kérdés merül fel, hogy jók-e az adatok. Aha. Tehát nem, mert egy adassuktat, hogy nem hiszed el. Hát most óvatosabban mondjuk, jók-e az adatok, és akkor válaszolsz. Nagyon nehéz mérni egyébként a teljesítményt. Visszamenőlegesen szokott változni a múlt, például az bizonyos GDP-t, az előző negyedéveset átírták most. Ezt is át fogják írni, tehát hogy most mi történt, hogy kit verünk le a növekedésben, az másfél év múlva fog igazából kiderülni, mikor addigra jön ki az a most már jóval jött GDP adat. Most valamit bemondtak, tehát ha az ember földugja a kezét, hát, akkor... De és akkor milyen irányba írják át, ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy erre a GDP adatra hát egy csomó minden döntés alapul, például most a minimálbér, garantált bérminimum megállapodás, stb. Stb. Igen, ködbe vezet a kormány, meg kell mondani, amikor én voltam hivatalban, akkor egyáltalán nem volt negyedéves GDP, nem volt ilyen problémák, mert nem tudtuk csak következő augusztusban, hogy az előző évben mi volt. Tehát vannak mérések azért, a fogyasztás, na az zuhant. Igen. Zuhan. Igen. Tehát igazából, ha nem hiszed az adatot, tegnap találkoztam egy agrárszakértő, azt mondja, én se hiszem el, azt írta be a KSH, hogy azért ment föl ez a negyedéves GDP, tehát nem a Európát verjük, hanem a saját vacak előző negyedévünkhöz képest egy kicsit feljebb van, mert brutálisan jó volt az agrártermés. Azt mondja, én ezt nem látom, mint agrárszakértő. Értem, mondod. Hát ezt hozta ki a KSH. Uh-huh. A másik, ami föltolta, az egészségügyi kiadások. Hát, ezt se tudom, hogy ez hogy van, mert ez nehéz mérni az egészségügyi kiadásokat. A magánkiadások meglódultak, ezek szerint akkor nem ment vissza az állami. Hát, hogy mérik? Ez az őté. Jó, de a magánkiadások meglódulását, ezt úgy kell lefordítanunk, hogy egyre többen nem találják meg, amit keresnek az állami egészségügyben, és erőn felül próbálnak a magánellátásban. Ezt hogy lehet berakni? Nem annyira jó hír, ha onnan így van, hogy lehet berakni a GDP-be? Tehát azt mondom, hogy... KSH vezetőiről egy napilapban megjelent egy cikk, és erről nekem mindig Hoffi Géza jut, vagy erről is Hoffi Géza, hogy hányat eljen az a nyűves malac. Tehát körülbelül itt tartunk, hát hogy most statisztikailag igen, hogy ez, ami megmaradt. Igen. Az érdekes, tehát hogy ugye az is egy összefüggés, tehát nem csak Magyarországon nézem, hanem a külföld kapcsán is, amit a villámkérdésedben is feltettél, és a nézők emlékeznek erre. Tehát, hogy ezek a számok és ezek az adatok, bő egy évvel, tehát az inflációs adatokat, ha nézem, bő egy évvel ezelőtt is 9% alatt volt a legtöbb európai ország. De most nézek igen, rád, mert igen, jól igen. emlékszem. Hát 10 volt a csúcs Európában. Igen, és de, hogy a többiek tehát, alatta voltak. És a többiek alatta. Igen. Hát az átlag, akkor mi fölötte voltunk, meg tudom én a keleti periféria. Hát a jócskán fölötte voltunk. Tehát, hogy jócskán, ilyen, igen. Persze. Tehát, hogy azért mondom, hogy ilyen szempontból
az, ahol a többiek tavaly jártak, és a többiek között is a leggyengébbek jártak tavaly, ott tartunk mi most. Igen. És ez egy ilyen nagyon egyszerű logika az enyém, hogy ennyi idő elteltével, ha elhiszem azt, hogy ez tényleg pontos információ, tartunk ott, ahol a többiek tavaly tartottak. Igen. És ez alapján, ha nekem azt mondja valaki, hogy figyelj, minden a terv szerint halad, és minden rendben van, akkor ezért mondom azt, hogy én ezt nem hiszem el. Ide nagyon hiányoznak ugye a helyreállítási alappénzek, hát meg úgy egyébként gyakorlatilag ez látszik. Na, ez a jövő évnek lesz a nagy kérdése, mert idáig a dolog így elzötyögött, és akkor mondom, hogy a jövő izgalmas év. Hát, ami most történt, az egy papírforma. Megkésve követjük az inflációs trendet. Bement egy ilyen pangásba a magyar gazdaság, de nem csoda, mert most visszahűlt, hiszen előző évben túl volt fütve, hogy utána mi jön. Az majd sokat fogunk beszélgetni. Mennyire lehet párhuzamos talán az Ávec mérte a héten azt a közelműkutatási adatot, hogy megállt a Fidesz támogatottságának a csökkenése, és hibahatáron belül még emelkedett is. Tehát, hogy ezekkel a gazdasági mutatókkal ez értelmezhető-e párhuzamosan? Hogy az emberek azt érzik, hogy szerintem nem. Csökken az infláció, eljut hozzájuk ez a kormányzati kommunikáció, jó, még mindig nagyon drága, nem tudom, a trapista sajt, de talán túl vagyunk a nehezen. Egyébként pont volt egy érdekes újságcikk erről, hogy egy tavalyi évi nagy bevásárlást ugyanúgy levásároltak, és olcsóbb lett. Tehát olcsóbban lehetett ugyanazt a bevásárlást, ugyanazokkal a termékekkel. Igen, de az élelmiszert az emberek megérzik. Igen, de a fogyasztói árindexnek azért a nagyobb része most már nem az élelmiszer miatt, hanem a szolgáltatás. Azok például drágulnak, hát a telefoncégek most a tavalyi árindexet beteszik, a maga magyar állam az autópálya matricáknál beteszi, tehát az inflációnak nincs, ami azt mondja a nagy miniszter úr, hogy vége van, nem, ez nem állja meg a helyét ez az állítás. Mert az élelmiszereknél tényleg nincs már az a sok, tehát a túró rudi, meg ezek nem fognak drágulni. Jó, meg lehet nyugodni. De ugye kérdés úgy szokták föltenni, hogy következő vasárnap kire szavaznák, nem? Hát miután nincsen választási helyzet, hát kire szavaznál? Hát most megkérdeznék egy embert, akkor a Fideszre fog szavazni, mert kire is tudna még szavazni? Hát nincsen kampány. A mi nézőink szerintem nem a reklámra szavaznak, de mégis ez jön most, és utána jövünk vissza a harmadik résszel.